Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét. Most azt hiszem, hogy a következő kötetről nem is beszélhetnénk jobb díszletben, hiszen megjelent Vaklár Lajos szerkesztő műsorvezető kollégánknak a Fehérvári Beszélgetések című kötetének a második része, és hát az itt született beszélgetések adják az alapját ennek a könyvnek. Szervusz, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szervusz, Iki. Ez most már a második kötet, ami a Fehérvári Beszélgetések alapján készült, talán fogalmazhatok így? Igen, a zöme feltétlenül. Nyilvánvaló, hogy van benne palettás beszélgetés, ilyen-olyan-olyan volt, ami a rádióban készült, de a nagy része a Fehérvári Beszélgetésekből. A Fehérvári Beszélgetéseknek a legnagyobb részében ugye Fehérvárhoz kötődő ismerős emberek, érdekes történetek kerülnek bemutatásra. A mostani kötetben is ezekből a témákból válogattál? Ez most úgy tematikus, hogy valóban a Székesfehérvár közéletében fontos szerepet játszó emberek, a Székesfehérvár kultúrájáért itt vagy másutt, de itt is megjelenő, és ezért dolgozó emberek. Aztán a különbség az előzőhöz képest, hogy most van jó néhány olyan megszólalóm is, akik egy bizonyos témához, konkrét témához kapcsolódóan szólaltak meg. Tehát csak példaként említem, László Zsoltnak megjelent egy olyan kötete, ami egy áttörés. Áttörés az ő költői pályafutásában is, és csak, tehát nem az életútjáról beszélgettünk, bár nyilván érinteni kellett, hogy hogy jutott el addig. Ugye nemrégiben egy másik kötetben Lukácsi József úgy fogalmazott az ő költői pályafutásáról, hogy jelenleg ő hazánk adia, a 21. század adia. És ennek a kötetnek a kapcsán mondta ezt ő is, és ez akkor azt mondtam, hogy az bőségesen elég, ha erről beszélünk. Tehát vegyes a kép ilyen értelemben. Megszólaltak olyan emberek is, akik mondjuk Fehérvárhoz kötődnek, de lehet, hogy csak egy alkalmi látogatás, vagy egy kiemelkedő program kapcsán. Igen, tehát vannak visszatérő embereink. Kalász Marci bácsi ugye itt tanított, a József Attila gimnázium volt még a Ciszter, és utána egy veretes pályafutást futott be, egy csodálatos ember, és most visszatért. Most nyilvánvaló, hogy ahhoz kell, ugye a Vörös Marti Társaságnál volt vendég, és én arra kértem az ottani szervezőket, hogy ha lehetőség nyílik rá, akkor hozzánk el ide hozzánk, tehát ide a tévébe, és így is történt. És nyilván vannak olyanok, akik csak átutazóban vannak, és megragadom adott esetben az alkalmat, hogy jöjjenek be a tévébe, és szerencsére valamennyiünknek, tehát itt a Fehérvári Beszélgetések jó híre általában minden műsorvezetőre vonatkozik, tehát jó hírünk van, és szívesen jönnek. Úgyhogy utána attól a pillanattól kezdve nincs nehéz dolgom. De ilyenek is voltak bőségesen, mint például Eszterhály Katalin és a többiek. De... Vagy például Rendszetti. Vagy például Donátó Rendszetti, aki ugye nem jött be, viszont azzal, hogy Major Istvánéknak sikerült megnyerniük korunk a legnagyobb operakarmesterét, hogy Székesfehérváron is vezényeljen, vagy illetve itt próbáljon, hiszen akkor maga a koncert az Pécset volt, és lehetőségem nyílt arra, hogy szóba jelegyedjek vele, az önmagában is azt hiszem, hogy elismerése a tévének. Miből lehet téma, vagy miből lehet meghívott vendég? Hogyan válogatsz, amikor mondjuk... Semmiképpen nem adhok alapon. Hát mi megbeszéljük, tehát mi ketten. Kezdjük azzal, ugye? Ez kulisszatitok a nézőknek. Ez nem kulisszatitok, így van. Tehát megbeszéljük először is, hogy érdemes, vagy sem. Többnyire igen. Tehát nem rugaszkodunk el a valóságtól egy-egy meghívással sohasem. Azok, akik Székesfehérvárért tesznek művészetükkel, vagy bármivel, azok megérdemlik, hogy a szélesebb közönség is, tehát a televíziónézők adott esetben, vagy az újságolvasók is megismerjék őket. Az a különbsége, hogy itt ebben a kötetben szereplő interjúk zöme már nem jelent meg a Fehérvárban, de hát ez nyilvánvaló, az nem is úgy van, hogy az kötelező jelleggel így kell lennie. Ez is egy ilyen sajátosság, hogy a televíziós műfaj azért valamelyest más, mint mondjuk az írott Igen. műfaj. Hát azért nagyon sok mindent kell tenni azért, hogy az írott formában is olyan legyen, tehát ami elfogadható, hiszen ez egy könnyed beszélgetés. Néha-néha az emberfia keresi a szavakat,
másként gondolja, máshogy jönnek a hangsúlyok, más a fontos. Ráadásul ugye egy beszélgetésben el lehet jutni A ponttól Z pontig, de egy életútinterjú ennél több, sokkal több, tehát nyilvánvaló, hogy a lényeges elemeket kell előtérbe helyezni, és kerülni a bulvárt. Számomra ez a legfontosabb. A bulvár az ennyire negatív? Nálam igen. Én meg kell, hogy mondjam, legkevésbé sem érdekel, hogy ki kivel, hogyan, miként és miért. Vannak játékosan, persze, hát csak egy ezt akartam mondani, mert lehet azért a bulvár minőség is. Csonki Istvánnal, ugye a ügyigazgatóság, a nagyszerű barátunk a Pista, és az első mondat, amikor a gyermekkoráról kérdeztem, ugye ő Oncsa telepen lakott, és akkoriban ott még egy nyílt víz volt. Egy tó tulajdonképpen. És mondta, hogy nekik volt egy bandájuk, idézőjelben a banda. A bandájuknak az volt a neve, hogy Vacsone. És kérdeztem, hogy Vacsone, igen, hát az én gyermekkoromban, én Sárszentmihályon nőttem fel, nekünk is volt ilyen, bár nem tudom, hogy mi volt a nevünk, de hát ő emlékezett rá. És kiderült, hogy az ő Vacsone, hát a Csó, az volt a Csonki István. A Va, az Varga Tamás volt, országgyűlési képviselő, államtitkár úr, hiszen ő is ott lakott, a Ne, az pedig Neumann professzor lánya. Ők így járták, az akkori ott nádas volt, mocsaras terület, és így hívták az ő csapatukat. Most ez simán a közelét árom, mert ez annyira aranyos, barátságos történet, viszont mondom, a bulvár nem érdekel. De végül is, hogyha azt tesszük, akkor ez is lehet egy minőségi bulvár, hiszen mondjuk talán az az üdítő ezekben a beszélgetésekben, és a könyvedet olvasva ott is ez visszatükröződik, hogy itt valóban egy kicsit ez a lazább műfa is megengedett. Igen. Nem kell felszesre venni, mint mondjuk egy ilyen 1.30-as híradónál, hogy akkor igen, ki, mit, hol, mikor, miért, hanem azért lehet a felszín mögé is látni. Ezt így fontos. Van, tehát ezt ugyanígy csinálod te is, illetve aki jól csinálja, az így csinálja. Másként nem is megy. Nyilván, ha komoly dologról van szó, hiszen azt mondom, hogy ugye Balsa Istvánt megszólítottam, és elég hosszasan beszélgettünk az ő városvezetői tevékenységéről, ott ez egy másik dolog, vagy Döbrentei Gyulát az alpolgármesterségéről, vagy Gúzeó Andrást, tehát az orvosokat. De azért, amikor megnyílnak, és akkor elmondanak olyat is, ami kulisszatitok volt mindez idáig, de fontos része az életüknek. A kötetből az is felsejlik, meg hát akik nézik a televízióban a tevékenységet, hogy a Vörösmarty Társasággal igen jó együttműködésben tevékeiket. Igen, mert hogy ugye ez úgy alakult ki, hogy remek emberek dolgoznak ott. Ugye Bobori Zoli Bakonyi, aki nálunk is dolgozik a rádióban, tehát ő irodalomtörténészként jeleskedik, Lukács József közíróként, tehát egy fogorvos, és nem mindenki csak ezzel törődik. Tehát aki ebben szerepel, például P. Maklári Éva, ő tanárból lett először költő, aztán író, most már képzőművészként is jeleskedik. És a többiek nem különben. Én azt mondom, hogy ők nagyon sokat tettek azért, hogy a székesfehérvári írók, költők elismertek legyenek egész Magyarországon. És akkor kivonatosan nyilván az első kötetben voltak 4-5-en, itt most szintén 4-5-en, de arra azért figyelnünk kell, hogy ne csak belőlük, hiszen vannak 30-an, vagy még többen, és esztendőről esztendőre nagy a kínálat. Színművészeket is megszólaltattál, akik most már mondhatni fehérvárivá váltak, igen, hiszen pont olyan aktív embereket, gondolom nem véletlenül szólítottál meg, akik tényleg közel kerültek a nézőkhöz is, meg a fehérváriakhoz. Igen, is. Hát együtt csináljuk a színházat, mármint veled. És én csodálója vagyok abban az értelemben is Szikora Jánosnak, hogy volt mersze, és persze szakmai tudása, a kvalitásait ugye nem kérdőjelezte meg soha senki, hogy egy olyan új csapatot építsen, akire aztán a későbbiekben számíthat a köznapi színházba járó. Mi azért más szemszögből és másként nézzük, amikor anyagokat készítünk, de én azt mondom, hogy például én rácsolom, és jönnek a díjak vele. Tehát amikor Krisztik Csaba, vagy szóba került ugye Horváth Csaba szerepvállalása Székesfehérváron, aki a Mozgás Színház apostola Magyarországon, azt mondtuk, hogy ez olyan műfaj, amit nagyon nehezen lehet megszerettetni egy színház rajongóval. De ha valaki megszereti? De ha valaki megszereti, az igen. És akkor
jött vele Krisztik Csaba, aki évtizedeken keresztül tőle tanult, és rájöttünk, hogy egész egyszerűen zseniális, amit művel. Szóval nem véletlen a Kaszás Gábor díj, stb. Aztán itt van ugye nekünk Nagy Peti. Nagy Péterről ugye tudjuk, hogy amikor még a főutcán több kis színpadon voltak koncertek a nyár folyamán, akkor a Dobridán zenekar jutott rám, az a hétvége, és ő Dobri Danival énekelt, és láttam ott egy borostás srácot, aki remekül énekel, és fogalmam nem volt, hogy ő színész. És akkor még ugye Zalaegerszegen játszott a Hevesi Sándor Színházban, majd ide szerződött, mert hogy jó szeme van ugye Szikora Jánosnak, és kiderült, hogy egy remek színésszel gazdagodtunk. De hát ez a többiekre is igaz, nyilvánvaló. Ugye hát a Bazarov produkciójáért, a Bazarov szerepért a Színházfesztiválon ő kapta a legjobb férfi főszereplő díját, és ezt sorolhatnám vég nélkül, mert akik nincsenek benne, ez tényleg így van. Hiszen tudjuk, hogy azzal, hogy a mai magyar színház 10 legjobb rendezője közül 3 itt van, tehát Bagó Bertalan, Hargita Iván, Horváth Csaba, az jó részt annak köszönhető, hogy őket barátság és szakmai tisztelet fűzi Szikora Jánoshoz. Amikor összeállítottad a kötetet, akkor nehéz volt szelektálni? Illetve hát nyilván lesz majd folytatás. Lesz folytatás, és nehéz volt. Ez az utolsó, tehát ez pénzügyi kérdés elsősorban. Ennyit bír el a ragasztott. Tehát kell, hogy néha ilyesmiről beszéljünk. Tehát a fűzött nagyon-nagyon drága, az én anyagi, illetve a ugye az Láncos Szegfő Alapítvány és néhány támogatónak köszönhető, az nagyon-nagyon sok pénz. Tehát körülbelül 300 oldalban kell gondolkodni, ami azt jelenti, hogy 15 és 20 ezer karakter között az 50 portré fél. Na most nekem van 300, és nem szerettem volna, hogy beszéltünk róla, hogy van 30 költőíró portrém, hogy csak ők kerüljenek bele, inkább legyen mindenki, hiszen nagyon sok egyéb tevékenységet folytató barátunk is meg kellett, hogy jelenjék. Tehát akkor a folytatáshoz már megvan az anyag, igen, a nyersanyag megvan hozzá. Nem csak kötettel foglalkozol, hanem ezt is talán elárulhatjuk a nézőknek, hogy filmen is dolgozol ismét. Igen, elkészült a film. Egy olyan ösztönzést, késztetést éreztünk a Szent István Emlékek Rómában után, hogy nagyon sokat járunk, ugye lám-lám előkerül megint a Fehérvár Televízió, hiszen a Fehérvár Média Centrum versünnepe 10 esztendős az idén. És én abban a szerencsés helyzetben kerültem, néhány esztendő, hogy egyrészt zsűritagként is dolgozom itt és a Csíki versünneppel, ami viszont azzal jár, hogy kint vagyok a verstáborban, ami meg azzal jár, hogy nagyon sokat jártam Erdélyben az elmúlt időszakban, plusz ugye televíziósként ott voltunk Kallós Zoli bácsinál még életében, Isten áldja, és jött a gondolat, hogy olyan Szent László kultusz van Erdélyben, szerte Erdélyben, de leginkább Székelyföldön, amit Magyarországon el sem tudnak képzelni. Hogy csináljunk egy filmet, és Szent László nyomában Erdélyben elindultunk Nagyvárattól, és Gelencén, Székelyderzsen, Homorod, Karácsonyfalva, Sepsi, Kíjén, Székelyderzs, Csíkszentmihály, Csíkszépvíz, nem sorolom át, megérkeztünk Csíkszépvízre, ami az utolsó része a történetnek, Megyeri Zoli kollégámmal, és tehát kész a film. Most már a nyomdában van a DVD, és januárban lesz a bemutatója. És ez is ilyen nyilvános, látható? Igen, egy órás lett a film. Heitzinger Mika a Misztrál tagja, illetve Pusztai Gábor, a szintén misztrálos, de ők írták a zenét, Osztrogonács Miklós, nagyszerű költő barátunk verseire, és Mihály Győző a narrátor. Ragaszkodsz most már a Győzőhöz? Igen, mint az egész ország. Én szerintem nincs olyan, aki dokumentumfilmet csinál, hogy ne abban gondolkodna, hogy vajon meg tudná-e győzni Mihály Győzőt. Nekünk szerencsénk van, hiszen Fehérvárhoz kötődik. Fehérvárhoz, itt van a királyi napokon, a koronázási szertartás játékokon, úgyhogy sikerült.
Úgyhogy erre várunk rövidesen, január 18-án lesz a bemutató pontosan. Volt olyan pont, ami nagyon megfogott a filmforgatás közben, vagy olyan emlék, olyan sztori? Igen. Én mindig rácsodálkozom a székely emberek csodálatos emberségére. Egy egészen különleges világ. A tisztaságukra, a közösségi értékek megtartásának fontossága a mindenek feletti náluk. Nincs semmiféle sunyítás, nincs irigység, de megmondják, ha valami nem tetszik, és az úgy is van. De ha döntenek valamiben, akkor az így van. Úgyhogy leginkább az, hogy szívesen láttak bennünket, azt mondják, elterjedt, én nem is tudom, hogy hogyan, hogy ők ilyen ráérősen csinálnak, szó sincs róla. Ragaszkodnak a megszokott rendjükhöz, ami abból áll, hogy nem lehet késni 5 percet sem. Ha megbeszéltünk valamit, és szerencsére ránk szerintem nem vonatkozik, hogy pontatlanok lennénk, és nem szeretik a felszínességet sem. Tehát mindennek rendelt ideje van. Ha megbeszéltük 10 óra, az 10 óra kell, hogy legyen, nem 10 óra 2 perc. És ők ilyenek. Mi volt a kedvenc helyszíned? A kedvenc helyszínem ugye a világörökség részeként Székely Derzs és Gelence is ott van, az egyik helyszín. A kedvenc helyszínem nekem most az unitárius templomok, ugyanis színesek. Tehát az a fajta kék szín, ugye a reformáció 500 éves évfordulóját ünnepelték 2017-ben, mi az idén voltunk, de hogy megbecsülik azt a szabadságot, amit az unitárius egyház ad, viszont azt is tudják, hogy tenni kell érte. De ugyanaz a méltósága, tehát a nagyváradi székesegyház, ami legnagyobb székesegyház azon a környéken, tehát azt mondom, hogy Románia szerte, és Erdélyben is nyilvánvaló, az a bensőséges hangulat. Valaki összehasonlítást tesz, hogy milyen egy katolikus és milyen egy református templom, hogy a végletekig letisztult, ugye az unitárius az kék színű, tehát az is más, de én azt mondom, hogy az gyönyörűséges. És hogy őrzik. Tehát nálunk is tudom, hogy egyre inkább, legalábbis itt Székesfehérváron egyre többen járnak templomba, hogy milyen felekezetűek, az teljesen mindegy. De ott tódulnak az emberek, és nem csak a látogatók, és leborulnak Szent László nagysága előtt. Tehát ezt tapasztaltam mindenütt. Mindenkinek van története, amelyeket ugye nem idézünk meg a filmben, mert ez most nagyon sok helyszín, tehát csak bemutatjuk azokat a helyszíneket röviden. Egy ilyen kvázi Szent László körutazás, akkor így ez van, tulajdonképpen. Hogy igenis álljunk meg arra, tehát ha valaki elindul Nagyváradról, és megy Székelyföldre, akkor érdemes egy-egy kicsi faluban megállni, mert ott csodát láthat. És az is egyébként, hogy milyen a magyar kultúrpolitika, igen, a Bethlen Gábor alapítványnak, mert hogy a román állam jószerivel semmit sem segített, a nulláról kezdték el a freskók feltárásokat, és hála Istennek van nekünk egy fehérvári barátunk is, aki ott lesz a filmemutatón, egy nagyszerű restaurátor, Lángi József, aki nagyon sokat tett ezért, hiszen a film alapja, azt még nem mondtam, a Kerlési csata, a Nagyváradról kijön Szent László, a Kunlány és a Kun Vitéz történetét bizonyára nagyon sokan ismerik. Nos, azok a freskók, amik a 12. és a 13. 12. század végén, 14. század elején készültek, ezeket a felújításokat mind a magyar állam segítségével csinálták, ami ezért fontos nekünk. Beszéltünk nagy utazásról, közösségről, kincsekről, szakmai kulisszatitkokról, és hát a nézők tudják, hogy a te lelkednek jobbik fele, és mondhatjuk azt, hogy folyamatosan részt vesz ezekben az alkotásokban. Igen. A feleséged? Hát ő a Erika, mint fotoriporter ösztönöz engem egyik oldalról, tehát a Székelyföldből ő is szerelmes lett, és ez nagyon-nagyon jó dolog, ugyanúgy, ahogy Róma. Igen, és természetesen most is készül fotókönyv, ami megmarad, és lesz egy kiállítás a Városházán, mert hogy azt hiszem, ez mindenkinek jó. Tehát bizonyos vagyok benne. Úgyhogy ez így kerek ez a történet.
mit lehet tudni a folytatásról? Biztos vannak még terveid a jövőre? A terveim az most úgy alakult, hogy nemrégiben írtam alá a szerződést, ugye 70 éves az Alberégia Táncegyüttes, és azt a könyvet én fogom írni, illetve ennek születik egy harmadik része, ami félig kész van már, és a nagy álmom is teljesül jövőre, legalábbis bízom benne. Én azt gondolom, hogy Székesfehérvár ugye a kultúravárosa, a koronázóváros, a gazdaságvárosa, hála Istennek most már, az oktatásvárosa és sportváros. És én azt figyeltem, hogy remek eredményeket érnek el most a jégkorongosaink, a MOL Vidivel van tele a Európa sajtója, a magyar nem különben, és hogy a régieket elfeledjük, méltatlanul elfeledjük, és én összegyűjtöttem jó néhány olyan legendás jégkorongozót, futballistát, kosárlabdást, nem sorolom, atléták vannak, öttusázók, akik a közelmúltban nagyon sok örömet és dicsőséget szereztek Székesfehérvárnak. És azt szeretném szintén egy kötetben megjelentetni azokat a portrékat, hogy igenis itt él köztünk Fischer Feri, Tíber Laci vagy éppenséggel azok a jégkorongosok, akik Palla, Palkovics, a közelmúlt, és hogy rájuk ugye példaképként lehet tekinteni. Ez az én álmom, hogy ez a három megvalósuljon, meg aztán hát nyilvánvaló, hogy a napi munka pedig ugyanolyan gördülékeny legyen, mint eddig. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ehhez mind sok erőt kívánok. Én is köszönöm szépen, és áldott békés ünnepeket mindnyájunknak. Köszönöm szépen. Köszi. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, fehérvári beszélgetésekkel természetesen holnap is jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban, hogyha idejük engedi, akkor tartsanak velünk, viszontlátásra!